Hosszú, de annál örömtelibb időszakon van túl az UTE magasugrója. Arany, ezüst és bronzérmeket szállított a versenyekről. Vendégem Szabó Barbara. Nagy szeretettel üdvözöllek itt nálunk a UKTV stúdiójában. Még nem voltál. Nem, még sose. De hát eljön az idő, amikor hetente jönnöd kell, hogy ilyen eredményeket érsz el. Jó. Barbi, azt tudom, hogy hosszú ideig nem voltál itthon, és nagyon örülök neki, hogy most el tudtalak kapni. Mondtad itt a beszélgetés előtt, hogy januárban Svédországba utaztál, és ott készültél. Hogy kerül egy utés atléta Svédországba? Hát ez úgy indult, hogy ugye én kint tanultam az államokban egészen, ilyen 4,5 évet kint voltam. A decemberben sikerült lediplomázni, és utána ugye ott volt a kérdés, hogy hova tovább. Igazából úgy döntöttünk menedzseremmel, hogy nem lenne célszerű. Én nagyon szerettem volna egyébként kint maradni, tehát így nem titkolom, hogy jól éreztem magam ott, és viszont a sport szempontjából is úgy döntöttünk, hogy érdemesebb, hogyha itthon vagyok, mivel utazás szempontjából, edzés szempontjából, igazából majdnem minden szempontból az a legjobb, hogyha Európán belül próbálom eldönteni, hogy mi legyen, és ezért, tehát a svédek egyébként atlétikán belül eléggé híresek arról, hogy a magasugráshoz értenek, tehát volt nem egy, nem kettő olyan magasugrójuk, aki azért letett az asztalra több világbajnoki érmet, olimpiai érmet, úgyhogy ezért igazából én úgy döntöttem, hogy megpróbálnék oda kimenni, és egy kicsit belenézni, hogy készülnek, mit készülnek, hát ha bármit tudok ebből hasznosítani, amit újat mondanak, és egyébként én úgy érzem, hogy ez így is lett. Hát az eredményeket tekintve, most itt az utóbbi hetek eredményét tekintve, azt gondolom, hogy tudtál hasznosítani sok mindent. Hát igen, én is úgy érzem, hogy mindenképpen előnyömre vált, hogy kimentem, tehát szerintem sportolóknál sose baj, hogyha egy kicsit környezetváltozás, kicsit más, mint ami a megszokott, és hát ez most ugye vagy bejön, vagy nem, de szerintem ez a profiknál általában beszokott jönni, ha csak most visszanézzük az úszókat, a Berneket, vagy most éppen a Cselacit, ők is hosszú-hosszú idő után váltottak egyet, pedig a víz az víz, a medence az medence, de hát a Péter világbajnok lett, a Cselacit, meg reménykedjünk abban, hogy elér oda az álma, teljesülhet, hogy végre olimpiai bajnok legyen. Mit tanultál a Nagyvízen túl? Az én diplomámnak a címe, ez egy grafikus dizájn szak, és marketing tervezés, arculattervezés, ilyesmi. Hogy tudod megoldani azt, hogy ugye tudjuk, hogy Svédországban készülsz, svéd edző? Svéd edző. Svédországban készülsz, akkor hát gondolom minden sportágnak megvan a versenynaptára. Hogy lehet ezt összehozni, hogy magyar válogatottként, teszem azt, eljutottál most Lengyelországban voltál, aztán ugráltál Svédországban, aztán itt magyar bajnok lettél, majd erről beszélünk. Ez hogy lehet összehozni? Azért itt komoly dolgok vannak. Hát azért a végcél, tehát ez úgy indul, ugye, hogy megvan beszélve, hogy mi a fő verseny, mi lesz a vége, tehát melyik az a verseny, amire időzítjük a dolgot. És ugye idén ez a fedett Európa-bajnokság, most tehát a fedett pályás szezonra nézve, aztán majd később nyáron a világbajnokság, de tehát ez van megbeszélve, ez volt megbeszélve, hogy akkor januárban kimegyek, és onnantól kezdve a fedett Európa-bajnokságra készülök. Most ez a lengyel verseny, a stockholmi gála verseny, tehát ez a kettő, ez a felkészülés része, és egyébként ezekről azt kell tudni, hogy elég kemény hetem volt a verseny, tehát három versenyt lezavartam így öt nap alatt, úgyhogy ami amúgy, tehát magasugrásban az elég sűrű. Ez ütötte meg a fülemet, és vettem észre, bevallom őszintén a neten is, meg
az újpesti híradóban is, hogy hát hogy van ez? Február 19-én Lengyelországba ugrottál 190-et, aztán Stockholmban néhány napra rá második lettél, azt nem tudom meg, mekkora, ott mennyit Másik ugrottál? 89-et, 189-et ugrott. És utána pedig gyorsan hazaszaladtál, és az országos bajnokságon aztán ugrottál egy jó nagyot, 193-at. Igen. Így felkészülési időszakban ez a 190, ez a 189, most a 93-at azt hagyjuk a magyar bajnokságot, országos bajnokságot, ez mire predesztinál? Mit hozhatsz ki? Hát én egy döntőt mindenképpen teljesen reál. Tehát most én úgy érzem, hogy most eljutottam oda, hogy egy világversenyen a döntő majdhogy nem. Tehát szerintem ott valami olyan dolognak kell történnie, hogy én ne kerüljek döntőbe, és én tuti biztos vagyok benne, hogy a döntő az meg lesz. Na, tehát hogyha ez a 190... Hát... Hozzád képest milyen magas a 193? Hát én 173-74 Akkor nem vagy te a magas ugró között. Nem. Viszont hát volt azért, nem is tudom ki volt. Volt egy, aki 168 centiméterrel 2 métert tudott ugrani, úgyhogy azért ez a dolog így nincsen veszve, én úgy érzem. Tehát... Hát magas az nem vagyok annyira, de... De jók a rúgók ezek szerint. A rúgók azok, hát úgy tűnik, úgyhogy... Amikor hazajöttél a tengeren túlról, és hát ugye eldöntötted, hogy a Svédországban készülsz, akkor ez mekkora változás volt? Mert hát azért a tengeren túlról is ugráltál, nem is akármilyen eredményeket. Milyen változást hozott ez, hogy Európában, Észak-Európában készültél? Mennyire érzed azt, hogy fejlődtél, vagy mibe fejlődtél, vagy mit tudtak ők hozzátenni? Nagyon, tehát más a, nem is tudom, tehát más a szisztéma, más szisztéma szerint készülnek, tehát ez az amerikai, ugye az amerikai atléták inkább arról híresek, hogy sprint számokba jók. És... Hát persze, ha belegondolunk, azért tudok én mondani egy-két amerikai atlétát, magasugrót, ha csak a Fosbury-re gondolok. Igen. De... Még, tehát más a felépítés, más, hogy építik fel a dolgokat. Na most szerintem nekem abban segít, hogy ugye a felkészülésem elejét azt még kint csináltam meg, tehát ez az október, november, december. Ez inkább a kondicionális volt. Én kint voltam. Igen, és marha erősek egyébként. Tehát az amerikai atlétákat nagyon jó létesítményeik vannak, nagyon jó edzőpálya, konditerem, minden. És szerintem nem is az edzés, tehát nagyon-nagyon sokat hozzájárul az a dologhoz, hogy hol készülnek, és hogy milyen körülmények között. Na most kint nekem az egyetemen elég jó, tehát ezek a körülmények mind adottak voltak. Hol voltál, melyik városban? Én kint voltam, Gunnison a város neve egyébként, Denver, kisváros, ilyen kis hegyi város, és Aspen környékén van fent, magaslaton, 2700-800 méter magasan. Hát Denvertől ilyen 3-4 órára egyébként, és úgyhogy teljesen a külvilágtól elzárva úgy készültem, majdhogy nem. Tehát, ami amúgy nem baj, mert ugye nem volt, tehát semmi más nem lehetett csinálni, csak órákra járni és edzésre járni. És így ennyi volt a dolog. Úgyhogy... Akkor azt mondod, hogy ott a kondícióval semmi gond nincs, hiszen azt mondják, hogy az amerikai atlétákkal szántani lehet, olyan erősek. Igen. És átjöttél ide Svédországban, és ott a technikát csiszolták? A technikát, valami újat kitaláltak? Újat nem találtak ki egyébként, de nagyon sok, tehát mivel az erőm az most megvan, ugye a kinti felkészülés alapján, ezért más már nem is nagyon... Tehát azon nem kellett aggódni, hogy akkor most még erősíteni, vagy ilyesmi. Viszont az olyan technikai hibákat, apróságokat, azokon tudják, hogy hogy kell csiszolni. Olyan új gyakorlatokat mutattak, amiket egyébként én eddig nem is csináltam, meg nem is gondoltam rá. De tényleg, tehát ilyen nagyon apróságok. És amiken egyébként nagyon sok múlik, nagyon sokszor, úgyhogy... Úgyhogy így ez a kettő, ez most így összekerült, aztán hát meglátom, vagy meglátjuk, hogy most a... Egy magas ugrónál, amikor elmegy egy versenyre és odáll, és akkor mondják, hogy tessék, ön következik.
azt látom sokszor, hogy magába beszél sok mindenki, látom, hogy, és akkor mutatja, hogy, és akkor így, és akkor, és mi játszódik le, mit játszotok le ilyenkor? Hát én ilyenkor például az ugrást szoktam végigjátszani, tehát nagyon sokszor azt mondták, hogy az ember látja maga előtt, tehát hogy átugrom a lécet, és ugye, hát ez egyébként egy teljesen egy ilyen pszichés dolog, hogyha ugye azt mondom magamnak, hogy tudja, hogy úgyse ugrom át, akkor nyilván nem fogom átugrani, de tehát ez a maga a mozgás játszódik. Tehát összerakod a mozgást előre. Igen, igen. Annyira érdekel engem az, hogy amikor elugrasz, akkor pontosan tudod koordinálni a testedet, pontosan tudod azt, hogy repülsz, és hogy látjuk azt, hogy lóg a lába, és aztán egyszer csak ugye léc fölött kinyújtja, vagy mit szal, ezt pontosan tudod, hogy hol vagy? Ezt érzi az ember egyébként, tehát szerintem az évek, meg a rutin, ugye? mondja egy 132 éves atléta, igen? Hát egyébként én, tehát ezt a részét, ugye vannak erre is különböző edzések, mert vannak olyanok, akik nem érzik ezt a mozgást annyira, hogy éppen mikor kell, meg hol, és nekem egyébként szerencsém van, mert nem nagyon, nem, én érzem ezeket a dolgokat, úgyhogy edzésen külön annyira nem kell rá odafigyelni, tehát azért vannak ott is ilyen technikai dolgok, amiket nyilván nekem is kell csinálni, de ebből a szempontból szerencsés vagyok, hogy ezt így érzem, hogy mikor, meg hol van a léc, és hogy mikor kell bedőlni, meg ide dőlni, oda dőlni, úgyhogy az atléták edzői, azok nagyon messze vannak a tanítványoktól. Nálatok azt látom, hogy ül egy ember kint, vagy X ember kint a valahol a lelátón, és különböző pantomim dolgokat mutogat. Ezt te látod? Ezt veszed az adást? Igen, én veszem. Ez általában ugye lemegy az ugrás, leugrom, vagy sikerül, vagy nem, és akkor utána oda szoktam sétálni egyébként. Tehát vagy a pálya szélére, ugye nyilván, hogyha futások vannak, akkor ott nem lehet átmenni, de hogy kicsit közelebb legyek az edzőhöz, hogy azért a stadionban vannak távolságok, tehát van, amikor ez ilyen átordibálás a 8 sávon keresztül, és de tehát egy idő után egyébként az edző összeszokik az atlétával, és nem kell se üvöltözni, se semmi, tehát egy ilyen kézmozdulatból tudja az ember, hogy jó, igen, ez volt a rossz, és akkor ez így, ez a magyarázat. És amikor ugye ugrotok, és nagyjából egyforma magasságot teljesített már mindenki, akkor szokott az jönni, hogy a riporter halál nagy bajba van, mert bemondja, hogy következik, teszem a Szabó Barbara, és nem Szabó Barbara következik, mert Szabó Barbara éppen kihagyja a következő magasságot. Ez te döntöd? Ki dönti el? Ezt, tehát ilyen akkor fordulhat elő, ugye, mert most tehát a magyar bajnokságon is kihagytam egy magasságot, és hát ez olyan, tehát amikor jól megy az embernek, és nagyon közel van az emelés, tehát egy 2 centis emelés, és hogyha én úgy érzem, hogy a következő magasság is megvan, és nincsen probléma vele, akkor én döntöm el persze, hogy most arra éppen nem, mert a következő is sima. Ugye ez a végső elszámolásnál sokat számít? Hát, hogyha mondjuk a következőt, tehát hogyha kiadjuk egy magasságot, de nem ugrom a következőt, hát ezt akartam akkor, hallani, hogy mi van akkor. Akkor azért az annyira nem jó, mert ugye akkor az utolsó eredmény lesz beírva, úgyhogy hát azért ezzel okosan kell taktikázni, hogy ki mikor mit hagy ki. Február 22-én, tehát nem is olyan régen, a Szima csarnokban versenyeztél, aztán 193 centi lett. Ugye azt tudom, hogy már korábban állítólag már idén is ugrottál 192-t, ha jól tudom. Ez már biztos magasság volt ahhoz, hogy a márciusi Európa-bajnokságon elindulsz. Ugye valami ilyesfajta 192. Igen. Na most ez a 193 könnyen jött?
Hát könnyebben egyébként, mint gondoltam. Tehát én nem egyáltalán nem számítottam rá. Mivel ugye a hét elég sűrű volt, tehát kedden ugrottam egyet, másnap utazás, másnap megint ugrás, megint utazás, aztán vasárnap ugye itt az OB. Úgyhogy én úgy számítottam, hogy az OB-ra leszek a legfáradtabb egyébként itthon, és hogy majd ott nagyon össze kell kapni magam. És egyébként teljesen nem így lett a dolog, tehát az elején, meg így a közepe fele fáradtabb voltam, mint így a végén. Úgyhogy valószínű egyébként, tehát nagyon sokat dobott a dolgon, hogy végre itthon versenyezhetek. Úgyhogy én nagyon örültem, hogy végre itthon a közönség. Ugye hát a sportársak, mindenki, aki ugye itthon van, és elég sokat dobott a dolgon. Úgyhogy élveztem, hogy végre akkor hazai körülmények, minden. És elég könnyen jött egyébként a magas, tehát adták magukat a magasságok, nem volt egyiken se probléma, úgyhogy én így a verseny közepe fele már éreztem, hogy hát ez zsákba van. Ez megvan, úgyhogy nem is, egyébként nem is stresszeltem rajta egyáltalán, hogy most az a lét 193-on van, vagy nem. Tudtam, hogy az megvan. Úgyhogy. Hogyan tartod a kapcsolatot külföldről a sportársakkal, a barátokkal, vagy ne talán a Magyar Szövetség a kapitánya? Hát ugye hát a Facebookon ott elérnek, ott mindenki megtalál, és Skype, ilyesmi, tehát azért elég sűrűn szüleimmel is elég sűrűn beszélek, úgyhogy telefonon keresztül. A magyar kapitány, ha rossz a kérdés, mondd, hogy erre nem akarsz válaszolni. De nem mondtam azt, hogy könnyeket fogok kérdezni. Okay. A magyar kapitánynak mennyi beleszólása van a te felkészülésedbe? Hát mi a tavalyi Európa, tehát a szabadtéri Európa bajnokság után leültünk és megbeszéltük, hogy ő mit mond, ő mit gondol, hogy mert ugye ott volt a kérdés, hogy jó, decemberben lediplomázok, de hogy akkor innentől kezdve hova mi. És hát ő is ezt javasolta, hogy ha lehet, akkor Európán belül, és tehát tudta, tisztában volt a dolgokkal, hogy ezt csinálom, ez a terv, ugye ők tehát a menedzseremmel tartják a kapcsolatot egyébként, úgyhogy nagyon sok minden tőle, tehát majd, hogy nem, szerintem két hetente beszélnek, hogy mi újság, edzések szempontjából is ugye tudja, hogy képbe van, hogy mennek az edzések, mire kell számítani, mi a terv, úgyhogy tehát végül is mielőtt így bármi ilyen, most akkor megyek Svédországba, tehát ő ez akkor erről tudott. Mindenki persze. Tud, rendben van. Persze. Márciusban Prágában lesz a fedett pályás Európa-bajnokság. Addig kint készülsz? Hát igen, én most szerdán visszamegyek Göteborgba, hogy még ezt a kis időt ott kihasználhassam, hogy még a kis technikai hibákat helyre tegyük, és hát egyébként úgy gondoltam, hogy akkor ezt így ne szakítsuk meg ezt a dolgot, mert úgy néz ki, hogy azért működik, úgyhogy hát én szeretném, hogy még azokat a kis dolgokat úgy helyre rakjuk, hogy azért egyen nagyobb magasság is meg lehessen. A kedves nézőknek mondom, hogy ugye, aki figyeli az UKTV adását, pontosan tudja, hogy rögzítjük ezt a beszélgetést. Ma kedd van, és holnap Barbara visszautazik Svédországba, és mire ezt az adást látják pénteken, addigra már több-több, sok-sok edzésen túl lesz. Ez egy szolgálati közlemény volt. Mire számítasz, hogyha egyen nagyobb, egyáltalán mit jelent az, hogy egyen nagyobb magasság is meg lesz? Hát ugye az OB-n is 195-re tettem a lécet, mert tehát nálam meg ugye az a magasság, ugye ez volt az előző olimpiára való A-szint, és nekem ez már, tehát nagyon nagy vágyam, hogy ez a 195-ös magasság ez meglegyen, és hát egyébként nem voltak rossz kísérleteim rá az OB-n se, viszont az meg, ugye ezt azért lehet tudni, én akkor ott tudtam, hogy az most nem, de ezen az Európa-bajnokságon azért ezzel a 195 centivel szerintem el lehet érni egy egész jó eredményt. Tehát nem csak a döntő van abban, hanem más is. Hanem mondjuk, hát nem is tudom. Ugye az
És ilyeneket azért ügyben. Egy pontszerzőhely. De pontszerzőhely, az szerintem igen. Nálatok, hát nincs mese, ugye minden sportolónak a célja, a vágya az olimpiai szereplés. Igen. Olyan messze már nincsen Rio, hát rohan az idő. Igen. Hogy van nálatok a kvalifikáció? Egyáltalán centiméter és meghatározott időn belül kell elérni azt a 195-öt, vagy nem tudom mennyit, vagy hogy működik ez nálatok? Hát tehát azért ugye megvan határolva az időszak, amikor ugye el lehet kezdeni a kvalifikációt, és még azon a nyáron, tehát az olimpia nyarán, ugye ott még lehet kvalifikálni, meg ugye nyilván, tehát hogyha most valaki megugorja holnap ezt igen, a szintet, ezt, igen. Akkor, és mondjuk, tehát azért ez még egy év, és nyilván nem fogja valaki azt mondani, hogy hát én tavaly ugrottam 194-et, vagy amennyi a szint, és egy év múlva ugye ezzel a szinttel kimenni, hogyha úgy érzi, hogy most éppen tehát már tök messze jár ettől a dologtól. Tehát én megugorhatnám ezt a 100, nem is tudom mennyi a szint, 194, azt hiszem, mert ugye most már nincsen A szint, meg B szint, csak A szint van. Úgyhogy ez egyébként akkor is 194 centi körül van, és ugye hát ugye most megugranám, viszont jövőre meg ilyen 180 körül ugranék, akkor nem mondjuk, hogy leeresztesz, ezt nem tuti, mondjuk. Hogy nem, tehát ilyen nincsen. Úgyhogy azért ezt a szövetség is figyeli, ugye, meg ugye itt szól bele a vezetők a szövetségbe, hogy hát azért így azért mégsem viszünk ki, hogyha nem látjuk, hogy ott vagy. Barbi, nagyon szépen köszönöm, hogy szakítottál időt, hogy bejöttél hozzánk ide a stúdióba. Igazán, hiszen így. Pontosan tudom, hogy lassan utazol. Hát ugorjál egy jó nagyot Prágában, és utána figyelj arra, hogy ezt a magasságot tartani tud, hiszen jön Rio, és mi itt újpestiek nagyon szeretünk szurkolni az újpesti sportolóknak. Sok sikert kívánok hozzá! Köszönöm szépen!